Hello mindenkinek, ismét Dávid vagyok, és most az ötödik unalmas, hogy is hiá, mi a csuda ez? Ja, Guild Wars-szel fogok jelentkezni, nem tudom miért nem jutott eszembe a nép. Nem unalmas, csak, hogy is mondjam, elfogyott a különböző karaktereknek a bemutatási ilyen lehetősége, mert... Már csak a Ranger maradt, ami még ilyen különlegesebb, mert van még egy mágus. Hát ő meg ugyanazt fogja tudni, esetleg nagyobb hát táskákkal rendelkezik, mint Orion. Igen, ez látszódik is. Hát ember, szóval itt van mit fogni. Na mindegy, a lényeg, hogy még egy karakterünk maradt, ez egy Char Ranger lesz. Hát mindjárt meglátjátok, hogy a Ranger mit is tud. A nagy mapból már 56%-a kész van annak a csárnak. És ez 78-as, ami azt jelenti, hogy két szint és megvan 80-as, vagyis fullos szintű a karakter. Hát Attila, gratulálok neked, ennél rondább karaktert nem is lehetett volna összehozni. Igen, csúnya. Olyan, mint a Aslannak nőtt volna szarva, és még rátettünk volna valami... Nem tudom én... Meleg márkos, gyönyörű szép, új fekete, őszi dizájn, stílusú valamit. Mit tudom én, kópos vászonszatyor. Na mindegy. Oh. What the fuck is this? Aha, vág ez. Hát a map betöltésé szól ide, az mindig szórakozik. Na nézzük is, miből élünk. Igen, és 20 FPS, fuck yeah! Na légy szíves már, szarakodjál. És ez így jó, mi? De most miért? Hát itt valami nem oké a rendszerben. Itt vagyunk, igen, itt vagyunk. Szóval, az embereknek a két nagyobb területe föl, meg ez is emberi terület, meg ez az új terület, amit mondtam. Csak nem tudom, hogy mi akar ez lenni. Ugye az összes csárbirodalom a havas és homokos részen is. Pipa. Mondjuk ezt nem tudom, hogy miért nem akar betölteni. Na nézzük, ugye mit is tudunk ezzel a karakterrel csinálni. Ez egy távolsági harcos szeretne lenni. Amint látjuk is, most egy ilyen kis cuki íjunk van per pillanat, majd persze kipróbálunk más és más fegyvereket is. Alaptámadásunk ez lenne. Kettesként egy sword támadás, ami poisonous. Egy hátrugrásos mágia, ami most a Pertinál 4-es meg előtt, ami nem tudom, hogy mire jó már. Közben látjátok, van egy állatkánk. Az a Rangernek a különlegessége. Úristen, mennyivel nagyobb az a csár. Azt a betyár. Na mindegy, van egy állatkánk, aki folyamatosan kísér minket az miatt, hogy warriorként, vagyis harcosként szolgáljon alattunk, és elvonja a figyelmet rólunk, plusz segítsen nekünk, mint látjátok, most is őt támadják. Ezek a szörnyek direkt erre vannak kitalálva, de tök jól néz ki ez a erdőszerű izé. Na most akkor nézzük, a hármas mit is tudott, hátraugrunk és lövünk egyet. A 4-es pedig egy erősített, lassított nyilvessző akar lenni, még az 5-ös nem próbáltuk ki. Amúgy a szörnyeinknek van különböző képessége is, kiválaszthatunk más szörnyeket is. Mondjuk most azért, húramisten mennyi minden van neki. Fú, Ati, van ám itt minden. Ezt használod? Ez a legnagyobb. De itt vannak még olyan cukikák. És ezt lehet váltogatni közben, vagy? Mert nem tudom mi volt, medúza volt. Ja, hogy vízbe is lehessen. Aha, vágom, ezek a földiek, ezek a víziek. Ilyen képességek vannak rajta. Sos.
Hú, ez nem rossz. Mondjuk. Elég jól néz ki. És vissza kéne rakni ezt a szörnyet. Ez volt beállítva. És akkor azt mondja, hogy F4-jel át lehet váltani a másik szörnyre. Ez pedig egy kutya, ami... Amúgy ez a kutya, kérlek szépen, srácok, ez a Silvariknak, vagyis Oriannak a... Mi az Isten? Ezek a faelfeknek a szörnye, vagyis kutyája, ez a házi állat náluk. A Silvariknál. Viszont még az ötös még mindig nem próbáltam ki. Oh, ez pedig egy ilyen charge megszakító akar lenni. Nézzük, mit tud a hatosunk. Mondjuk erre nem nagy szükség van, mert ez egy rohadt nagy hillelő. Plusz még mindent nyom. Ez az, nagyon jó. Nyomjad, baby. Viszont ez jó, ez a képesség, ez a hármas, mert ki tudunk ugrani ebből a támadási zónából, és zónából ki lehet ugrani a hármas segítségével. Plusz még lövünk is. Jaj, velem itt nem oké. Zavart érzek az erőben. Nézzük, mire jó. Hetes. Ez egy gyorsiság, lesz nagy valószínűséggel. Hát, mit tudom én, hogy melyik mit akart. De mondjuk sokkal erősebbet lövünk. Jaj, a kis mocsadéknak páncélja van. Ez visszapattint minden lövést, és a saját sebzésedre fordítja. És tűz. És mire jó a nullás? Eldobunk fejszéket. Azt a betyár kurva élet. Igen, fejszedobálás, mert miért ne fejszét dobálnánk, amikor eddig közel harci fegyvert az életedben nem láttál? Nem, neki fejszét kell dobálni, mert miért ne? És fejszedobálás, igen, és pajzsa van, és a rohadt életbe, hogy visszapattintja azt a fosládát. Üssed már! És a nullásra vissza tudunk térni. Ismételtem. Hát, jó! Hát, nem tudom mit mondani. Bocs, most át az Uber Charge-odat átváltam a télen, és megnézem, hogy mire jók. Nem. Nulla. De nulla miért ezt csinálja? Vár, itt valami nem oké a rendszerben. És ezzel a képessége, igen, sortüzet! Német sorbombázást lehet intézni az ellenfelünkre. És már bekapcsolta a... Az ez nyírjuk ki a nyuszit, ne szarozzunk vele. Ne írd már ki! Az ez. És igen, és öl. Nagyon jó, ezek micsodák. Attack my target. Mondjuk nem ez, hanem F2. Ez hillel egyet. Engem is, meg őt is. Az F1-jel csak beállítom, hogy támadja azt, akit akarok. F3-on mit csinál? Visszajön. Hát támadjál, te hülye. Nem azért vagy tartva meg, az nem azért ötetlek, hogy ne csináld, amit kő, hát az Isten áldjon meg. Azaz, húzod a lábad, sántítsál. Elövök rá mindent, amit lehet, csak már 8-an jönnek. Szaladj! Ezt is meg, mindent elnyomunk. Ez az. És kutyulünk állja a helyét, mert állja. És sortűz. De kutyul igaz, hogy egy büdös sebzés nem kap, de azért Szűcs Dávidnak szarrá van lőve a pofája, semmi gond. És igen, és két elementalist kinyírunk. Amúgy mondtam ugye nektek, hogy 78-as karakter. De itt 57-esként fogja kezelni a játék, mert ezen a részen ilyen szintű karakterek vannak eredetileg. Szóval itt így fogja kezelni a játék, és le fogja húzni szintileg.
Viszont volt a közelben egy izé. Küldi. Lehet, hogy majd azt kéne csinálnom. Nézzük meg. Erre volt. Erre. És VF pointó. Nyerünk, kutyuli! Légy szabad! Csak most átváltunk egy nagy dagadékkel, mit szólsz hozzá? Gondolom ezeket kéne ölni, mi? És sortüzi. Nyomnál különlegest is közbe. Igen, ezeket a nagy dagadék pókokat kell kinyírni a kedvába. Ezek a rosszak. Rossz pókok. Hát mik ezek? Játszanak a gyerekök. Nézd meg, kis csárok. Azt a betyár. Nem játszanak. Hanem mondjuk egy néni főzargatta őket. Akit lehet támadni, de mégse. Mondd már, nem mondókádat, az Isten áldjon meg, aztán hagyd lövöldözzem szét a sunádat, az Isten áldjon meg. Gyerünk már! Ne pofázzá! És nézd meg! Igen, és buksika tépi, nem szarozik vele, eszi széjjel szedi a gedvába. Opáréka! Komán az az event, hogy ezeket kéne kinyírni és a childreneket megmenteni? Meséld már, hogy ezt így hogy. Azaz, egyszer a pókokat is támadjuk meg, semmi baj! És ez sikerült, jó? Most egy kicsit a pókokat is abriktoljuk. És benyomjuk az összes supercharge-os képességet, amit lehet egyszerre. Plusz területsebzés, neztek egy német ágyú sortűz. Igen, ez az. És most ott van valahol a Shadow. Mondjuk ezeket ki kéne nyírni időben, mielőtt még a kölköknek annyi lesz. Ide gyere, köcsögláda! Nem bántod a gyereköt, mert én azt mondtam. Hánco megmondtam, hogy nem játszunk az étel le! Kerget itte. Szóval ezeket először ki kéne nyírni. Hú, hát te megdöglöttél szerintem már. És itt van valahol a főnök is. Amit meg lehet támadni. Igen, és hogyha a főnököt abriktoljuk ezerrel. Aki nagy nehezen észrevette, hogy támadjuk. És mi van, kinyírik a főnököt? Várjál, kinyírtuk és most ismételtem? Megtámadom akkor? Ó, bázd meg. Akkor esküszöm. Kinyírom azokat a csicskájaidat. De még ezeket a rohadt pókokat is lőni kell. Nem elég, hogy ezeket a büdös shadowkat lőni kell. Nem, még ezeket is. És
most eddig a fölhillelődött ez a rohadék. Gyere ki, kismalac, kismalac, engedj be! Nem engedsz be. Hát, nyílt a seggedbe. Nyílvesz szét a seggedbe! Fölöklöm az ajtót, nem szarozok vele! Látod? Benéztem! De te még hányszor akarsz pofázni, az Isten áldjon meg! Igen, dumász! Látom, hogy dumász, de dumász, mert hülye vagy! Hú, és nagyon megkeménykedett a kis csajszli. Még a kis csajszli elég rendesen kapja az ívet. Meg Szűcs Dávid is kapja az ívet, mondjuk. Most ezért kattingatok, mert nem akarom eltalálni. És most megöltük, megölte az összes emberünket. Fasza. Mondjuk közben megcsinálom neked a szívecskét is, szóval. Most szépen fölhillanom, aztán támadás. Nem ez. Nem hilleltem fel, vagy mi történt? Mondjuk azért többen könnyebb támadni. Az a baj, ilyenkor jönnek pókok is. Mondjuk a pókokat kinyírjuk, akkor nagyobb esély van arra, hogy ezek a csicskák nem halnak meg. Mert a pókok csak az emberekre mennek, vagyis a csárokra és arra az egy mágusra, az meg követi a gyereket. Ez a rohadék meg nem dájulós formában van itt, csak úgy van. Akkor először utazzunk a pókokra. És lő, és lő, és lő, és lő, és lő. Ez ilyen sokkörös, unalom felturbózós, hogy is hívják, mi a csuda. És megint hoznak egy gyereket, megint engednek ki egy gyereket. Tehát ez a körökre osztott stratégia, de minden körbe kiengednek egy gyereket. Király, nem? Váltsák dír fejébe bármit. Gyerekeket eladunk. Bárkinek, bárhol. Visszajöhetném, mert nem nagyon akarok lövöldözni utánad, vagyis menni nem akarok. Bár mondjuk a bossnak ezzel is megy lefelé az élete.
csak... Ez a hülye faszi, ez nem. Ez így nem incoming. Ha fel kell hilálni őket, mert még biztos lesz egy ilyen gyerekkillelős kör, és... Mondjuk abban jó jönnek. És micsoda stukkere van! Ez az, átszakít minden! Mondjuk azért a szörnyecskén most már kezd egy kicsit HP hiányos lenni. Ó! Értem a támadás lényegét. És megint eltűnt. Megint kijön egy gyerek, igen. De pókok megint jöttek. Azt hittem nem jönnek. Már hiányoltam a pókokat. Jó. Ott van még egy pók. Ó, micsoda gyönyörű páncélod van, te büdös ronda. Ez az! Földi tűzi játék, de ezt nem itt kell robbantani, te hülye. Váltottunk kutyára. Próbálom, és megyek fejszébe. És a fejszedobálás jó, mert a fejszedobálás az fáj. És a fejszedobálás. Egy, és két, és hát, és négy. Egy, és két, és hát, és négy. És egy, és két, és négy. Ez nagyon izgi kell. És szerintem ez lesz a vége ennek a kis hülye ribancnak. Na, hogy már visszamenjen fölhillelni magát. Azért mondom. Na, 79-esek vagyunk, egyetlen egy szint kell ahhoz, hogy... meglegyél 80-as, Atikám. Na jó van. Viszont szerintem... még egy kicsit kalandozunk. Hol is vagy most? Itt még nem. Ja! Látom. 60-as, 70-es. Től van ez a rész. És most per pillanat... itten vagyunk. És erre is van egy... Van egy szívecske. Szóval erre elmegyünk, akkor kapunk szívecskét. Itt egy holló! Holló! Mi ez a Shadow? Mondjuk nem túl nagy erővel rendelkezik, mert bepoisonol aztán ennyi. És még egy pók segítségével is lófaszt csinál. Ja, kinyírjuk, akkor lesz belőle egy Shadow. Értem. Na, így már van értelme. Aha. Vágeszesz. Na, akkor erre van egy küldi. Minden igaz. Ezt még megnézem magamnak. Mondjuk itt nem látok rossz arcúkat, szóval... Mi lehet egy küldi úgy mégis? Itt nincsenek rossz arcúak. Itt csak jók vannak. Itt hogy lehet küldit csinálni? Várjál, jaj, kutyaszartakarítás lesz ebből, van egy olyan érzésem. És... nem.
Mit tudom én, hogy mit kell csinálni? Ég a fa! Jaj, ne! Fogadjunk, hogy erre kell menni. És fogadjunk már, is találtam. Igen, és... ez szar ez. Júj! Elementalistok! De meg mennyi, meg milyen mennyiségbe? És uramisten! Ezek az elementalistokat kéne ölni, vagy csak rosszul gondoltam? Egyet kinyírtunk, azt nem nőtt semmit a TP. Jó, hát ezeket kinyírtuk, addig az oké, de... ennek mi lett volna a lényege? Lehet, hogy ezeket megvédjük, és akkor közben frankon lehet kapni izét. Fölélesztettük a kutyát, mert miért ne? Most az lenne a küldő, hogy ezeket hatástalanítanak el, vagy védeni őket. Nem, csak számolta ezeket az elementalistokat, nyírtuk és ezt számolta. Mit kell rajtatok védeni? Az ilyenektől fostom. Ez az jó helyre sikerült leugrani. És hogyha ezeket is... aha, ezzel is kapom a... ez az, de... olyan jó, hogy visszapattani. Igen, ezeknek a megvédésével is. Láttátok, hogy belesúlnak? Ez mi a szarom volt? Jöttek már? Esküszöm, még én spotolom nektek az egész világot. Ezt még pislogtok, hogy már addigra kinyírom az összesen. Jöttök már! Szarékok! És áttaroltam! Ez az! Lépjél bele a lelkembe! Légy szíves! Nagyon jó vagy! Mondhatom! Köszik-e? Öld már meg! Isten áldjon meg, ne, kösz. Levem a hátadat, hogyha nem zavarna. Igen, engem meg zavarhatná az, hogy visszapattam minden. Meg hogy nem találom el. Ez nem World of Tanks szám. Itt az ilyen kis részen is átlövök. Akkor is, hogyha World of szarnak becézem. És gyerünk, kutyuli! Gyerünk, Morzsi, tépj szét! Ne szaroljál vele! Igen, és Morzsi öl, és öl, és öl! Mondjuk ezeket a hülyéket meg kéne védeni, mi? Az is kapok tépé. Jó, lassan már meg lesz a küldi. Az ellátmányt is el kell bitorolni tőlük. Plusz az emberkéket is ki kell innen abriktolni. És meg lett a küldi, igen. De még segítünk nekik, mert jó arcok vagyunk. Viszont
Én most elköszönök. Majd a következő videóban folytatjuk. Sziasztok!